11-es Kátó. Nagy iramot, szép játékot kívánok a kedves nézőknek. A Móranet TV történetében az eddigi legnagyobb összecsapás következik majd a Magyar Kupa második fordulójában. Mórahalom debreceni VSC találkozót láthatnak itt a képernyőn. A játékvezető Takács Tamás, két asszisztense Buzás Balázs és Vicián Mátyás lesznek. Nézzük az összeállításokat, először kezdjük a hazaiakkal. Círják, Márki, Zámbori, Dr. Szőke, Gonda, Kátót, Magyar, Tóth, Vojnics Zelics, Barna Dávid és Szűcs, a cserék Hótot Kovács, Bokányi, Kothenc, Takács, Lázár, Német és Fodor, játékos edző Magyar György. A taktikai összeállítást pedig most láthatják a képernyőn. Nézzük akkor a Debrecen csapatának a kezdőjét. Novakovics, Kovács, Zsidai, Ferenci, Lázár, Barna Szabolcs, Volász, Ludánszki, Berdó, Berecki és Tisza, a cserepadon pedig Slakta, Dombi, Tóth, Varga, Karikás, Györki és Sós, az ő edzői Kondás Elemér, és a taktikai rajz most látható a képernyőn. A kezdő rugást pedig Orosházi László és Maszkó Pál fogják elvégezni. Orosházi László volt edzője a móralmi csapatnak, azt még nem mondtam, de valószínűleg már kitalálták, hogy a hazaiak szokásos sárga, fekete szerelésükben, a vendégek pedig tiszta pirosban. Zámbori, Ferenci keveredett be valahogy középre, Szűcs Sása. Tiszával szemben veszít labdát, és ez így kockázatos. Volász középen, Berecki! És megvan az első vendég találat, 6. percben. Egy rossz paszt követően hazai 16-os előterében szereznek labdát a debreceniek. Volász önzetlenül középre passzol, ahol Márki Kornél már nem tudja megakadályozni Bereckit a gólszerzésben. Korán vezetést szerez tehát a vendég csapat. A fiatal 96-os születésű Berecki góljával 0-1, tehát gyorsan a meccs elején, Magyar egy Pimasz csellel. Úgy tűnik az ő kedvét nem vette el a vendégek vezetése. Magyar érkezik befelé a kornál, Márki csúsztatja meg. Még a 16-oson belül, ott az ismétlés, és megint Berecki talál be, két gólos a vendégek 27-ese a mai találkozón, 38. percben 0-2-re módosul az állás. Pedig ez a gól nem volt benne a levegőben, úgy érzem. Küzdött Uralom az egyenlítésért. Berdó teljesen üresen, nagy terület előtte, távolról ellövi, és egy óriási gólt szerez. Vitte, ameddig csak vihette, aztán észlelte, hogy nem zárnak előtte össze a védők, és távolról ellőtte. Tehetetlen volt ezzel a lövéssel szemben, célják kapus. Mondanám azért tudatos akciónak, de ami szép, az szép, nagy góllal növeli előnyét a Debrecen. Amely úgy tűnik, hogy az első játékrész hajrájára eldönti ezt az összecsapást. Lázár sokkal gyorsabb ellenfele. Beteszi középre, Volász pedig ezúttal nem hibáz, 66. percben a 19-es számú Volász Dalibor is beköszön hazai Muralomnak. 0-4. Lehet, hogy a védőket pont az elduranó petárda zavarta meg, ezt már sosem fogjuk megtudni.
esetre tovább növeli előnyét a vendégcsapat. Ő a kevés őshonos Móra-halmiak egyike, 25 esztendős. Megfordult a Tiszavolán és az UTC csapataiban is. Pedig megint egy jó megindulás Lázártól, és ez valószínűleg öngól lesz. Ha jól láttam, akkor Gondáról pattogott a hálóba a labda, de nem mernék azért rá nagyobb összeget tenni. Szerencsére itt vannak, akik megerősítik előttem a tényt. Gonda Attila öngóljával 0-5 a találkozó állása. Lázár sokadik jobb szélen történő elfutása, pedig ezúttal már gólt ért. Még ha nem is ő szerezte. Zámbori. Lázár. Novákovics. Berecki. És itt a veszély. Bolasz indul meg a kapu felé üles léptekkel. Bolasz középre gurít, Tisza, hát ezt már nem tudja kihagyni. 83. percbe fordul át az óra, és Tisza Tibor találatával 0-6 a mérkőzés állása. Nagyon könnyen elindult, és középen Tiszának már nem volt nehéz dolga. Tűnik, hogy ember hátrányban fogja befejezni a Móra-halmi csapat, hiszen Gonda Attila is lesántikált a pályáról a kispadhoz. 9 mezőnyjátékossal a sárga feketék az utolsó pár percben. Amelynek ezen a vége is szakad. Móralom Debrecen 0-3-as fél idő után 0-6. Berecki kétszer, Berdó, Bolasz és Tisza egyszer-egyszer voltak eredményesek, Gonda pedig öngolt vétett. Még megpróbálunk néhány interjút készíteni, addig ne menjenek sehová. Ritkaság, amikor egy 6 gólt kapó csapat védőjét választjuk a legjobbnak, de ma úgy ítéltük meg, hogy Szűcs Sása volt a Móra-halom legjobb játékosa. Belülről milyen volt ez a találkozó? Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni a Debrecen csapatnak. Egy élmény volt játszani egy NB1-es csapat ellen. Meg is látszott az eredményen, hogy ez egy NB1-es csapat. Hát jó nagy volt az iram. Szerintem mindent megtettünk csapattársaimmal. Úgy érzem, hogy jobb kondiban vannak, jobban bírtak futni, gyorsabb játékot játszanak, de azért mégis odaraktunk magunkat is, szerintem nem volt szégyen. Igen, a sebességkülönbség az eléggé meglátszódott a két csapat között, de azért felbírtad venni a versenyt a támadókkal. Ugye Volásszal többször összeakadtál, szerb-szlovén barátság mennyire jött elő? Hát beszélgettünk, gratuláltok egymásnak, jó viszonyban elbúcsúztok kedvesnek. Igen, meglátszik, hogy ők azért tízet, több mint tízet edzenek, hetente mink háromat, de mondom, nem váltunk szégyent, jó kis meccs volt. Tehát még egyszer szeretnék gratulálni a Debrecen csapatnak, és tényleg egy élmény volt. Ugye sajnos több sérülés történt az egy csapatban, ugye Barna Dávid, Márki Kornél is emiatt állt ki, sőt még a végén Gonda Attila is kiállni kényszerült. Ezt hogy fogjátok elbírni a hétvégi bajnoki meccsre? Föl tudnak ők épülni, vagy mit lehet róluk tudni? Igaz, hogy kicsit kevesen vagyunk, van még pár sérült rajtuk kívül. Nem tudom, hogy milyen komoly a sérülésük, remélem nem nagyon komoly, és szerintem a hétvégére bevetők lesznek, játszani fognak. Hát akkor gratulálok. Hát most az eredmény az nem nagyon tudok, mert ugye vereséget szenvedtetek, de megkapott tőlünk ezt a kis emléklapot a mai meccs emlékére, és a csapatnak azért a tisztes helytállása. 4 osztály különbség dacára, szerintem azért a Móra-halom rendesen helytállt, és akkor következünk még interjúval. Mellettem Kondás Elemér a vendég, Debrecen győztes edzője. Milyen várakozásokkal érkeztek ide Móra-halmra, és ebből mit sikerült megvalósítaniuk a mai napon? Hát a célunk az volt, hogy tovább jussunk ebből a párharcból. Azt hiszem ez
ezt sikerült is megvalósítani. Nagyon szép gólokat lőttünk, legalább még ennyi helyzetet kihagytunk. Egy nagyon szimpatikus csapat ellen játszottunk, egy lelkesen futballozó csapat ellen, viszont úgy gondolom, hogy ennyi különbségnek lenni kell a két csapat között. Ezt bizonyították is a srácok. Igen, 4 osztálynyi különbség, főleg a sebességben érződött egyébként a két gárda között. Ön a vonal mellett hogyan látta egyébként a Móralom játékát? Mire készültek, vagy egyáltalán készültek-e valamire velük szemben? Nyilván készültünk, mert tudtuk azt, hogy 4 meccset játszottak, és abból 3-at megnyertek, tehát egyet veszítettek el, jól állnak a megyei első osztályú bajnokságba, tehát minden mérkőzést komolyan kell venni, minden ellenfelet tisztelni, becsülni kell. Így tettünk ezt a Mórahalommal is természetesen. Igen, látszott a sebességben különbség, azt tudni kell, nagyon sok fiatal játékost hoztunk el, adtunk nekik lehetőséget a bizonyításra, mindegyik játékos meghálálta, akik pedig az első kerethez tartoztak, azok pedig bizonyították, hogy igen, tehát méltán vannak ott az első keretnél, úgyhogy hát az első félidőben kialakult ugye a 3-0, a második félidőben már nagyon óvatosan játszottak a srácok, így is még sikerült 3 gólt szerezni, meg még rengeteg helyzetet kihagyni. Én úgy gondolom, hogy ami a célunk volt, hogy tovább isunk, azt sikerült megvalósítanunk. Gyakorlatilag megelőzte a következő kérdésemet, hiszen az lett volna, hogy a fiatalok közül, akiket bevetett, kivel volt különösen elégedett ezen a mai találkozón? Én azt mondom, hogy jól teljesítettek, ugye ha nézzük a védelmet, akkor a védelem bal belső és a baloldali szélső védő volt fiatalember, nagyon jól megoldották a feladatukat, középpályán a Berdó Peti jól futballozott, nagyon szép gólt lőtt, a Berecki Dani a jobb oldalon szintén jól futballozott, gólt lőtt. Úgyhogy akik beálltak, fiatal emberek, a Sós Bence, vagy a Varga Kevin, vagy akár a Karikás Krisztián is nagyon jól megoldották a feladatukat. Hát ők folyamatosan ugye most szoktuk őket használni a Ligakupa mérkőzéseken is, valamint ők játszanak az NB3-as csapatunkba, és ez a mai nap is egy ilyen lehetőség volt számukra. Nem lebecsülve természetesen a Mórahalmot, mert nyilván számítottunk rájuk, hogy azért hazai pályán elég szép számú közönség előtt kell játszanunk. Úgyhogy nem lebecsülve az ellenfelet, de úgy gondoltuk, hogy a fiataloknak ilyenkor, ezen a mérkőzésen tudunk lehetőséget adni, hogy bizonyítsák a képességeiket. A vendég szurkolók is szép számon elkísérték önöket, és ők Dombi Tibort követelték volna ugye a pályára a meccs hajrájában, de nem ő érkezett. Miért, ezt megkérdezhetjük-e? Ugye egyértelműen a fiataloknak próbált lehetőséget adni, gondolom ez a magyarázat. Természetesen nagyon örülünk annak, hogy a szurkolóink elkísértek minket. Volt egy kis sérülés, és azt nem akartuk, hogy esetleg nagyobb legyen belőle. Láz Árpát le kellett cserélni, és ezért jött a Karikás Krisztián jobboldali védőbe. Hogyha nem kellett volna sérülés miatt cserélni, akkor valószínűleg a Dombi Tibor lehetőséget kapott volna, már csak a szurkolók miatt is. Úgyhogy sajnos egy ilyen szituáció miatt nem tudtuk őt pályára küldeni. Végezetül egy utolsó kérdés, mik a Debrecennek a célja ebben a bajnokságban, hiszen ugye címvédőként indultak neki az NB1-nek, most egyelőre még nem állnak olyan jó helyen, 7. helyen tartózkodnak. A Magyar Kupában tavaly az elődöntőben búcsúztak, mik a célkitűzések erre a szezonra? Hát a DVSZ-nek mindig megvan a célkitűzése, amelyik sorozat belindul, azt a lehető legjobban teljesítse. A magyar bajnokságban pedig a nemzetközi kupa szereplést érő helyen kell végezni. Igen, hát most a nemzetközi kupák miatt vegyesen játszottunk a bajnokságba, és kevesebb pontot is tudtunk gyűjteni, viszont most már csak a bajnokságra és a Magyar Kupára fogunk igazából koncentrálni, úgyhogy el kell kezdenünk hétvégén a pontok gyűjtését. Akkor ehhez sok sikert kívánok önnek mind a bajnokságban, mind a kupában, és jó utat hazafelé, mert egy sokáig el fog majd tartani. Köszönöm szépen az interjút, és a kedves nézőktől ezzel búcsúzunk, a viszontlátásra, a viszonthallásra.